Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Német Szilárd, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára és hétfői vendégműsor vezetőnk is. Itt van Kovács András, az Origo főmunkatársa. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. A világ teremtésének 5779. esztendejében vagyunk, annak is Kiszlév havának 18. napján. Na és persze sokan még a Gergely naptárt használják, és úgy is jó, hogy mindenki a sajátját használja, nekik is elmondjuk 2018 van, november 26-a, és ha nem tévedek, hétfő. Üdvözlünk minden virágutó nevű nézőnket, szeretettel köszöntünk mindenkit, akinek ma van a születésnapja, a házassági évforduló, és akkor nézzünk, hogy a bankok hogyan támogatják a családok évét. Az euró középárfolyama 3,2244, a Brexit előtt álló Anglia nemzeti valutája 3,64.29, az időjárás 6 és 7 Celsius fok között várható. Öltözenek rétegesen, figyeljenek oda a folyadékháztartásukra, na meg arra, hogy a gyerekek is hogy öltöznek föl, és hallgassák beszélgetésünket Német Szilárddal, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárával. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Úgy látszik, hogy orosz gyártmányú hajókat lőnek, és lehet, hogy ugyanazzal a taktikával, mert lehet, hogy ugyanabban a kiképzőtáborban is voltak valaha? Elképzelhető sok minden, viszont azt gondolom, hogy az európai békére nézve is aggasztó események zajlanak ott a szorosban, a Fekete-tenger és az Azovi-tenger mentén. Ezt mi figyelemmel kísérjük, erős figyelemmel, és természetesen mint egy NATO tagállam. Nem csak NATO tagállamként, hanem a Magyar Honvédség is, de természetesen amire utalt a NATO kötelékében is megvannak az információink. Milyen veszélye lehet ennek? Mennyire eszkalálódhat ez? Vagy az oroszok csak szeretnék helyére tenni az ukránokat, és ez egy kisebb kis incidens lehet? Minden ilyen incidensnek megvan a veszélye. Ugye ott azért több hadihajóról van szó. Az ukrán elnök intézkedéseket jelentett be. 6 hónapra hadi állapotot szeretne Ukrajnában kihirdetni. Én azt hiszem, hogy talán ez egy kicsit több most, mint választási küzdelem. Nyilván annak is ez a része, tehát ezt politikailag is kell értelmezni, ezt az ügyet. Én nagyon bízom abban, hogy mindenki önmérsékletre tudja majd magát rábírni. Jól értem-e én azt, hogy Szíriában, amik történtek az elmúlt 2 nap folyamán, többek között annak is tudható be, hogy az oroszok el vannak saját magukkal foglalva, mert feltételezem, hogy ők azért a fejükre koppintanának ezekért az akciókért, amikor gázokat vetnek be. Szörnyek azok a képek, amiket láttunk. Megint gyerekek, asszonyok, a polgári lakosság ellen olyan rakéta, állítólag olyan rakéta támadás, pontosan én ezt nem tudom se megerősíteni, se száfolni, amelyben mérges gázok találhatók, és ez nem először jönnek ilyen képek Szíriából. Tehát egy olyan helyzetben lévő ország, amelyik teljesen padlón van minden szinten, tehát gazdaságilag, politikailag, egyáltalán nincs egy központi hatalom, amely összefogja az országot, iszonyatosan sokan menekülnek Szíriából a háború elől. Borzasztóak ezek a képek. A megerősített hírek szerint ezek a vegyi fegyverek, ezek Iránból származnak. Van-e önnek valami információ, vagy úgysem mondja el nekünk? Hát én csak olyat tudok elmondani, amit egyrészt, amiről biztos információ, tehát ellenőrzött információ, és napvilágra kerülhet. Az elmúlt órákban rengeteg kép járt abba a sajtót, hogy a mexikói amerikai határon a migránsok összecsaptak az amerikai rendfenntartókkal. Magyarország mit tud tenni, hogy nálunk mondjuk a déli határon alakuljanak ilyen jelenetek? Ugye nem is olyan régen a horvát-bosnyák határon voltak hasonló összecsapások. Hát ilyen ennyire keményen nem, mint amit ott tapasztalunk. Ugye ott már a város polgármestere is széttárta a kezét, és azt mondta, hogy ő ezt nem bírja, tehát a város nem bírja el, ami ott van. Jól látható, tehát ide vezet
az a típusú migrációs politika, amit most ugye az ENSZ-ben szeretnének a világon teljes egészében szétárasztani, amit rá szeretnének erőltetni. Ez a bizonyos migrációs kompaktról beszélek, ami ellen most már egyre többen fölemelik a szavukat, és most már, ha jól tudom, akkor a mai nappal már 9 ország biztosan fogja aláírni ezt a migrációs kompaktot. Ennek ez a következménye. Tehát jól látható, hát mi is megtapasztaltuk ezt 2015-ben, amikor a magyar határon ellenőrzés nélkül átvágtathattak. Ugye gyakorlatilag, amíg nem volt kerítés, amíg nem volt műszaki határzár, amíg nem volt egy jogi határzár, amíg nem voltak oda vezényelve a honvédeink és a határvadászok, amíg nem léphettek föl ellenük, azt csináltak, amit akartak. Ön szerint a migrációs paktunk kapcsán az ENSZ-re bármilyen nyomás gyakorolhat az, hogy egyre több tagállam kilép, köztük Egyesült Államok, Ausztrália? Tehát, hogy ez... Hogy lehet olyan ENSZ döntést hozni, amiből kilépnek a tagállamok? Tehát hogy lehet olyan... hogy lehet a tagállamokra? Tehát ha én egyszerűen nem veszek részt ebben a folyamatban, mert nem értek vele egyet, azt nem lehet rám erőltetni. Tehát az ENSZ nem arról szól, hogy bárkire bármit ráerőltethetek. De azonban az Európai Unióban, ugye az Európai Unió, Európai Bizottság számára ez tetszik, Németország számára is tetszik ez a dolog. Hát Németország számára azért nem mondjunk ilyet, hogy tetszik. Angela Merkelnek tetszett, én úgy láttam, de hát például akik pályáznak ugye az ő pártelnöki pozíciójára, amiről lemondott, ott azért ők egészen más dolgokat fogalmaztak meg, ott még azt is megkapargatták, hogy 2015. szeptemberében a kancellárasszony hogy vonhatta el de Maizière belügyminisztertől azt a jogot, hogy a határon mindenkit beengedett. Tehát azért ott változik a helyzet. Ugyan és Európában ezt tapasztaljuk, hogy ebben a kérdésben bizony változik a helyzet, és a magyar álláspont, az eredetileg már 2015-ben megfogalmazott magyar álláspont, az kerül egyébként előtérbe, és a májusi választásnak ez lesz a tétje. Hogy engedjük Európába azt, amit most egyébként az amerikai határ mentén tapasztalunk, meg amit megtapasztaltunk 2015-ben, vagy nem engedjük? Ez a bizottság miért nem a rohingyákkal foglalkozik például? Például. A világon annyi menekültügyi probléma ahol embertelen körülmények között, és miért nem ott adnak nekik munkát, ott telepítik le. Igen, hát Afrika úton van. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye nem megszervezni kell a bevándorlást, hanem megállítani. Megállítani ugye meg lehet egyrészt kerítéssel, meg lehet jogi eszközökkel állítani, meg lehet az embercsempészek elfogásával és bebörtönzésével, az is segíti, de a legfontosabb, hogy ezek az emberek útnak se induljanak. Tehát ne legyen olyan helyzet, hogy ezeknek az embereknek ott útra kellene indulni. Meg kell szüntetni a helyi háborúkat, ez szerintem rendkívül fontos de kérdés. De demokrácia exporttal nem lehet megszüntetni. Nem a demokrácia exportról beszélek, hanem segíteni kell őket, hogy a saját maguk életét megélhessék a saját országukban. Ön nem tart attól, hogy az elmúlt napok híreit figyelve, hogy szép lassan bezárodnak az Európa kapui, és valahogy itt maradnak a Balkánon az emberek. Arra célzok, hogy Nagy-Britániában pont most a Brexit előtt jelentette be Theresa May, hogy teljesen átalakítják a bevándorlási szabályokat. Belgiumban is erről beszélnek, tehát úgy tűnik, hogy ezek az országok szép lassan kihátrálnak a korábbi nagyon megengedő politikából, hogy nem lehet az, hogy az emberek... Nem lesz egyszerű. Mi fölhívtuk erre többször a figyelmet, és ez a megengedő politika, ugyan mi nálunk a 2015-ös dátum szerepel, de hát ez sokkal korábbi. És világossá vált, hogy az integráció az nem jött össze. Tehát nem sikerült se a belgáknál, se a franciáknál, se a németeknél, se a de az angoloknál senkinek. Sem. Az angoloknál sem sikerült ez a fajta integráció, amit ők elgondoltak ebben az ügyben. Nyilvánvaló most próbálják az egész helyzetet valamilyen formában kezelni. Én azt látom, hogy eddig nem nagyon sikerült hazaküldeni senkit. Tehát vannak ilyen kis példák, hogy egy-egy repülő elvitt 200 embert, 50 embert, nem tudom azt, hogy ezek visszajöttek-e vagy sem. Hát itt azért olyan helyzetekkel szemben állunk, amit a migránskártyák, meg ez a migráns vízum jelent. Hát akkor, amikor a közös Európának... olyan vízumról beszél, ami nem létezhet. De... Hisz ahhoz, hogy egy vízumot adjon, ahhoz valamibe azt a vízumot bele kell tenni. Egy olyan embernek, akinek nincs úti okmánya, mibe teszi bele? Ha lesz ilyen vízum, lesz úti okmány is. Ez a helyzet. Ezt tudom mondani. Tehát ha lesz vízum, lesz mibe beletenni. Ugyanis ők megszervezni akarják ezt az egész ügyet. Ezért találták ki. Nem volt nekik semmiféle önigazoló okmányuk. Majd kapnak.
Legyártják nekik. Kire, hát, a maga nevére? Hát, vagy az nézze, hát az NGO-knak akarják odaadni, a Soros-féle NGO-knak akarják odaadni a jogot, hogy ezt az egészet megszervezzék. Ők fogják ezeket az embereket majd eljuttatni azokra a helyekre, ahol egyébként nem a nemzeti határszolgálatok állnak. Össze van rakva a történet. Hát elvenni a határvédelem jogát a nemzetállamoktól, oda küldeni a mi embereinket, felruházni különös jogokkal és pénzzel a Soros-féle NGO-kat, pénzt adni azoknak, akik jönnek, vízumot adni azoknak, akik jönnek. Hát ott vannak a 27 nemzetállamból melyik az, amelyik hajlandó lemondani a határvédelméről és idegen kezekbe adni? Hát már most vannak erre példák, hogy ők szeretnék, hogyha ez így történne. Hát nézze, a Görögország nem mondott le a határvédelemről? Akkor, amikor nem tudod, nyakra tenni, a főr, mert... de hogy nem, ugyan már. Hát az olaszok egy fél perc, olaszok is lemondtak, utána egy fél perc alatt megállították az egészet. Őket. És arra ne felejtsük el azt, hogy amikor Görögországban sztrájkba léptek a hajós kapitányok, akkor nem, azon a héten éppen nem volt migráció. Hát 20 hajós kapitány megállította a migrációt. Tehát erre képesek, akarat kell. De ők nem ezt akarják, hanem pontosan mást. Megszervezni a migrációt. És egyébként van még egy fél évig a válasz. Mi a céljuk fel? Van még egy fél év. Hát ugye azon az állásponton vannak, hogy a migráció jó dolog, mert azokat a munkáskezeket, amik hiányoznak, amelyek hiányoznak. De ezt ugye ön sem gondolja komolyan, hogy ezek a migránsok én nem gondolom, alkalmasak arra, nem hogy gondolom az komolyan, Audi, vagy az egészségügyi szolgált, vagy bárhova beálljanak. Ezt nem én gondolom komolyan, én ennek az ellenkezőjét gondolom. Meg azt gondolom, hogy ezek az emberek nem dolgozni jönnek ide, hanem az európai jólét miatt jönnek ide, és az európaiságot arra akarják felhasználni, hogy saját maguk társadalmát itt megépítsék. Tehát itt, hát ez látszik, hát jól látszik, hogyha elmegyünk Brüsszelbe, Párizsba, Marseille-be, Berlinbe, megnézzük ezeket, Göteborgba, akkor jól látjuk, hogy a saját társadalmukat építik meg. Ők a saját vallásukról nem fognak soha lemondani, saját adót szednek, és saját bíráskodásuk van a sária. Ezt a három dolgot tartják a kézben, és erről nem fognak lemondani senki kedvéért. Hát ugye volt nemrég egy riport, számomra nagyon megdöbbentő riport volt, amikor Helsinki-ben kérdezgették az ott lévő, a már ugye ott élő bevándorlókat, és az egyik az úgy fogalmazott, hogy neki egyetlen egy problémája van itt Helsinki-ben, hogy túl sok a finn. Na, erről beszélünk. Ezek után már nem is tudok mit mondani. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Németh Szilárdot, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárát, parlamenti államtitkárát látták és hallották. El lehet gondolkodni az általa mondottakon. Ötletei, ha valakinek vannak, várjuk szeretettel e-mail címünkre. Itt folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen. És bízunk benne, hogy Magyarország azon nemzetállamok közé tartozik, aki azért megvédi határait és nem engedi át senkinek. Előzetesek, és már is jövünk vissza. A következő vendégünk lesz Heizer András, a Mazsihisz elnöke. Tartsanak velünk!